A felső kameraképenti szabecsállomást látjuk, itt az elmúlt napok csapadékos időjárása miatt magas vízszint alakult ki, de nem érte el az árvízvédelmi készültségi szintet. Jelenleg már ez a vízszint tapad, tehát több méter csökkent, azonban újabb csapadékmennyiségek érkezhetnek, tehát itt azért oda kell figyeljünk, mert ez újra megközelítheti az árvízvédelmi készültségi szintet. Luca Zoltán osztályvezető szerint bár Tiszabecsnél elég magasan áll a Tisza, egyenlőre nem kell tartani attól, hogy árvíz fenyegetné a vármegyét. Sőt, a klímaváltozás hatására úgy látszik, lassan teljesen elmaradnak a tavaszi árvizek. Régen ugye jelentős hóvízkészletek voltak, és a tavaszi árvíz volt a jellemző. Az utóbbi években ez megfordult, gyakorlatilag a hóvízkészlet, tehát felmelegedés van, melegek a telek, a hóvízkészlet nem tud felhalmozódni, ezért kisebb téli árvizek vannak, és a nagy tavaszi árvizek általában elmaradnak. Jelenleg is ezt tapasztaljuk, tehát decemberben másodfokú szintet, árvízszintet meghaladó vízszint volt Tiszabecsnél, és tehát a Tiszán árvízvédelmi készültség volt, a Túron is elsőfokú árvízvédelmi készültség volt, a Krasznán pedig megközelítette, illetve idén, tehát január 17-19 között is volt egy csapadékmennyiség, ami árvízszintet megközelítő vizálásokat okozott a Tiszán és a Túr folyón. Az évelei csapadékmennyiség egyelőre szerencsésebben alakult, mint tavaly. Ennek ellenére Luca Zoltán úgy véli, a fél méteres emelkedés még korán sem elegendő, mivel még így is átlagosan 5 méter mélyen van a talajvíz. A területünk speciális, mert ugye a Beregben, Tiszaszamos közben, Nyírségben vízpótlásra van szükség, azonban a Felső-Szabolcs lefolyástalan terület, itt szivattyús vízátemelés lehetséges csak, tehát a Felső-Szabolcs alsóöblözetben van, illetve volt belvízvédelmi készültség, itt a fölös vizeket kénytelenek voltunk eltávolítani, tehát belvízvédekezés keretében átemelni a Tiszába, de azért arra ügyeltünk, hogy ezt a vízeltávolítást csak a mértékadó árvíz, belvízszintekig történjen meg, és ami víz szükséges, az a öblözetbe maradjon. Felső-Szabolcsot kivéve a szakember szerint általában vízpótlásra volt szükség, amelyet az árhullámok kihasználásával valósítottak meg. A Beregben mintegy 1 millió köbméteres vízpótlást, a Tisza-Szamos-Kraszna közben, valamint a Nyírségben pedig jelentős vízvisszatartást végeztek el. Luca Zoltán hozzátette, a tavalyi aszály miatt a vármegye víztározóinak szintje 40%-os feltöltöttségi szintre csökkent, amelyet a múlt év végi és az év eleji csapadékmennyiségnek köszönhetően sikerült 72%-ra visszatölteni.